éppen a már kiszáradt faröngöket darabolják ezen a nyíregyházi tüzépen, mellette pedig a frissen kivágott fák hasábjait rendezi egy rakodógép. Az idei évben a fűtőtermékek közül még mindig az akác a legkeresettebb, de sokan vásárolnak szenet és lignitet is a tüzép értékesítési vezetője szerint, aki televíziónknak elmondta, a vásárlók leginkább az olcsó termékeket keresik. Nálunk egy olyan jó 3-4 hete megindult a keresete, hogy bejött az első nagy hideg, illetve egy gondosabb vásárlói kör az már előre megvásárolta magának a téli tüzelőt, hiszen minél szárazabb egy fa, annál jobban lehet vele tüzelni, ha most tűzifáról beszélünk, vagy annál nagyobb a fűtő értéke. Igazából amit keresnek főként az olcsó termékek, közé sorolnám mindenképp a lignitet, ami sajnos hiánycikké alakult ki ez idő alatt, ugyanis a bánya nem ad annyi lignitet már, amire mi szeretnénk. Tehát hetente egy kocsi lignitet kapunk, amiből nem tudunk mindenkit kiszolgálni sajnos. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a megfelelő fűtőanyag kiválasztása mellett gondoskodjanak a tűzvédelemről is. Mindenképpen megfelelő tüzelőanyag használatát javasoljuk, már csak azért is, mert a lerakódott égéstermékek kémény tüzekhez vezethetnek, illetve mondjuk a vegyes tüzelési kazán esetében, főleg ha ez egy melléképület vagy alaksorban van elhelyezve, a kipattanó szikra tűzveszélyes lehet, tehát a tüzelőanyagot megfelelő távolságra tároljuk és helyezzük el a kazánoktól. Dóka Imre hozzátette, az előző fűtési szezon kezdetétől a mai napig összesen 78 kémény tűz volt a megyénkben, amelyeket minden esetben a lerakódott égés termékek okoztak. Emellett számos tűzeset történt a kazánok környékére kipattanó szikrák miatt is.